Az EU csúcson született döntést követően egyelőre úgy tűnik, Törökország tartja magát a pénteki megállapodáshoz. Nem hagy alább a Görögországba tartó menekült áradat, hétfőn átlépte az 50 ezret az uniós országban tartózkodó menedékkérők száma, akik a menekült kérdéssel foglalkozó görög válságstáb szerint jelenleg 50.411-en vannak. Törökországnak a menekültek visszafordításával az a fő célja, hogy az EU megadja a török állampolgárok számára a vízummentes beutazási engedélyt a nyár végéig az EU országaiba. Emellett a felgyorsított csatlakozást is sürgetni akarja. Az EU-török megállapodás része az is, hogy az Uniónak minden egyes török országba visszaküldött szíriai állampolgárért cserébe egy szíriai menekültet kellene befogadni a törökországból. Itt azok élveznének elsőbséget, akik korábban nem próbáltak meg illegális úton eljutni a kontinensre. Tavaly mintegy egy millió menekült kelt át ezen az útvonalon, az Európába érkezők közül mintegy 72 ezret fogad be az Európai Unió, a tagországok pedig önkéntes alapon helyezik el őket. Alexis Tsipras, görög miniszterelnök elmondta: 2300 olyan szakértő érkezését várják, akik részt vesznek az idegenek regisztrálásában és a menedékkérelmek gyorsított elbírálásában. Egyénileg bírálják el a migránsokat, azokat pedig, akik nem nyújtanak be kérelmet, vagy akikét elutasítják, visszaküldik.